az ikonikus duó, a Ratchet & Clank most már PC-re is elérhető. 20 év után játszhatunk egérbillentyűzettel is Ratchet & Clank-et. Ezt a játékot még 2020-ban jelentették be, és rá egy évre PS5 konzolra meg is jelent. Fantasztikus nyitó cím volt. Nagyon jól prezentálta, hogy mire képes a DualSense kontroller. Ám de én most egéri billentyűzettel fogom játszani, hiszen mégiscsak lövöldözős játékról van szó, szóval kipróbálom, hogy így milyen. Kipróbáltam PS5-ön is, hogy milyen, és hát akkor sikerült rájönnem arra, hogy ez a játék fantasztikus lett. Ezt a játékot egyébként az Insomniac Games csinálta, ahogy az első részeket is. Őket egyébként még a Spyro-ról, a Marvel's Spider-Man-ről, ugye a Miles Morales-ról, és a most megjelenő, azt hiszem októberben megjelenő Spider-Man 2-ről ismerhettek. Vannak még címeik, de ezek azok, amik idehaza annyira kiemelkedtek. 60 euró egyébként a játék, de hogyha most így PS5-en le akartok rá csapni, akkor augusztus 3-ig 50%-os kedvezmény van az alapjátékra, a Deluxe Edition-re pedig 45%-os kedvezmény, ez nagyjából ilyen 13, illetve 17 ezer forint körül van, ha jól emlékszem. Szóval most nagy ráárazások vannak amúgy a PlayStation Store-ban, úgyhogy érdemes ott körülnézni. Ez egyébként egy lövöldözős platformjáték, dimenzió utazással és másik valóságból érkező gonosz elleni harccal. Nagyon látványos játékról van szó. És van hozzá alapból magyar felirat, ahogy azt már a Sony-tól megszokhattuk. Itt vannak egyébként a beállítások, hogy én ezt hogyan fogom játszani, milyen beállításokkal, nincsen DLSS, meg semmilyen felskálázás, sem felbontás skálázás, se V-Sync. Exkluzív fullscreenbe fogom nyomni maximális beállításokkal. Benyomtam a ray tracinget is, csak hogy lássátok, hogy mire képes. A 3080 Ti-om nagyon kevés ahhoz, hogy az 1440p-s játékokat max grafikával, ray tracinggel futtassam, de hát a cinematicba 40-50 fps-ig is lementünk a 120-ról, szóval gondoltam egy próbát azért megér, hogy megmutassam nektek, hogy mire képes a videókártya ezzel a játékkal. Egyébként nem húzták le már így a megjelenéskor a játékot, tehát ez alatt a 10 pár óra alatt, szóval valószínűleg egy jobban sikerül portról van szó, mint a Last of Us esetén, tehát hogy nem úgy, mint a Last of Us esetén. Ott lesznek fönt a kockaszámok is, hogyha az úgy érdekelt titeken. Ők csinálták a portot. Itt igazából a profil az így megvan. Annyit csináltam, hogy beállítottam a szövegnyelvét magyarra, illetve a nehézséget a lázadó ügynökre, ez gyakorlatilag a középső nehézség. Úgyhogy meg bekapcsoltam a feliratot, szóval, hogy ennyi történt a beállításokban. És a folytatás pedig, ez pedig a játék eleje. Nothing nefarious will befall you. We promise.
kötelező viselkedés módosítás. Jó móka lesz, szórakoztató. Ó, még csak most kezdtük. Gyönyörű basszus ez a játék. Meg lett kalapálva. Hey, it's okay. See? Just me. Rivet. Rivet? Shh. Gotta go. Here, it'll help you get home. I designed it to be one size fits all, so it should. Thank you. Köszi, köszi, srácok. Ali, Ali. Hogy mozgott a szőre? Hősök ünnepe, megalopolizban. Nem tudom, hogy egy szelebráció for us? I mean, we haven't done anything heroic in years. What if everyone thinks we're washed up? Oh, what if we are washed up? Luckily, we will not need to perform any heroics. Unless you count smiling and waving. Right. Give a big welcome to the Grand Marshals of our parade. Ratchet and Clank! Ez az élmény úgy tökéletes, hogyha a kontrollára nyomjátok egyébként. Hát annyira jó a visszajelzés azzal a kontrollárral, hogy zseni. Azt most annyira gyönyörű a játék. Már PS5-ön is az volt amúgy. A csavarkulcs! Menj a felvonulás útvonalának elejére. Jól látszik amúgy a felirat, vagy nagyítsak rajta? Jól olvashatok, sem? Volt valami. Túl tip. És a tömeg őrjöng!
A hőség most megszüntetik az ünnepi torlaszt. Ki tudná elfelejteni a Kervani Blarg inváziót? Ó, és egy puska. Mesterlövészi bravúrokat kell mutatni. Zúzd össze a lőszeres ládákat a lőszer újra töltéséhez. Ja? Ez minek az eljátszása lenne? Szép fürdő van a fejeden. Igen, ez lenne a tutoriál. I hope this is not about your gift. Hurry, we must get to the front of the parade route. Pontán végeztél ezzel a játékkal? Jó cucc. Jesus. I would bet the blogs are behind this, or the Kragmites, or... Szia, Rossi, szia, Aquila, szevasztok, srácok. No way! The fairy has been retired longer than we have! Meg gizsgutyák. Ja, hogy az ott robbant volna. A rekon belül érkezik a saját PS5-öm, előveszem újra. Na hajrá. Ó, igen! Aha, játszottam, de csak egy pár órát. Játszottam annó. Ja, a nyomval kéne tartani a gomb. Ó, jó. Kettes szintű lett közben a pisztolyunk. Nagyon fura egyébként az egeres irányítás. Szerintem. Van ilyen build-upja ennek a fegyvernek, amíg így feltöltődik. Üde pontatlan. Elsőre. Aha, igen, már van ilyen partner évforduló is, igen, igen. Recsit az utolsó Lombax.
akinek fajtán elveszett egy másik dimenzióban, így rejtélyes ajándékot kap Clanktől. Hát nekem fura. Inkább azt mondom, szokatlan az irányítás. Beszéddel készültem, de figyelembe véve, hogy megtámadták a rendezvényünket, rátérek a lényegre. Kicsit nem tudom, hogy hol lennék nélküled. Te vagy a legközelebbi barátom. A csapattársam. És sok mindent feladtál. Megjavítottam a dimenzionátort. Most már utazhatsz a dimenzió között, és megtalálhatod a családod. No, Cimbi. Dr. Nefarious! What a wonderful surprise! I didn't expect to see you here. Considering my goons were meant to annihilate you 8 minutes ago. Hogy tükröződik a izé, a búrája a fején, azt nézzétek. Én ezt PS5 kontrollára javaslom PC-n is, srácok. Tehát, hogy úgy perfekt az élmény. Nem sok ray tracinges játékkal játszottam. De meglepő, hogy ez így lazán megy. És ott kontrollent megnyerezheti a Windows? Ha a kábelet használod és jól be van állítva a Steamet, akkor úgy tudsz játszani PS5-ös játékokkal, mint hogyha PS5-ön tennéd. Ugyanúgy van haptic feedback, meg adaptív trigger. Van egy lista. Szóval van egy lista azokról a játékokról, amik így támogatják a DualSense, de úgy, hogy nem csak mint simán kontroller, hanem mint adaptív, tehát adaptív trigger és a haptikus feedback az így nagyon jól megvan oldva, és az egy, tényleg azt mondom nektek, hogy az egy olyan élmény, hogy az ilyen next gen élmény, amit az a kontroller tud. Mi Zirkonnál van mindenféle fegyver. Csavarokat költetünk el fegyverre turbózásra. Van összehasonlítás. Aha. Romboló bomba. Ez a robbanó bomba, ezt tetszik? Milyen kis bemutató videó van ennél a fegyvernél. Aha, egy shoti. Thank you.
Köszi, köszi, srácok. Ah, és ott a pisztoly. Pixelizáló. 16 bites egységekké lehet változtatni őket. Igen, igen, fél áron van most a PS Store-ba a játék, és még a Deluxe Edition is, az is 45%. 1600 savarunk van. Nézzük meg amúgy ezt a romboló bombát. Köszi, Cimi. Nyugi, nekem se dobott fel ilyen ablakot, Aquila. Aha, görgővel lehet váltani. Egy kis heal. Hoppa, ez mellé ment. Jaj, azt hittem, hogy enemik futták rám. Nekem valami sniper kell majd. Az a búra. Ma meg tudod, milyen érzés veszíteni. Megnyílt a multiverzum kapuja. What just happened? We may have a slight problem. The bridge is shot. There has to be another way across. A rések reagálnak a kesztyűben levő fázisparcra. Próbálj meg vele rácélozni. Amúgy egyelőre jónak tűnik Steelon, meg így Steamen a review-k túlnyomó része nem azt írja, hogy rossz, de láttam olyat, aki azt írta, hogy egy óra alatt ötször is kössölt. Ez így megszokni kemény lesz, srácok, hogy így ugrunk ilyen rifteket. Gizsgudja, menj már innen. Ja, Pokember port is jó lett. Ebben lokálkóp nincs. Nem tudtam, már nincs.
szegények átalakultak. Nézzétek, ez Ratchet és Clank? Homokcápák. Hát az Uncharted sem nyitott jól, emlékeim szerint, meg a Last of Us sem, sajnos. Zakika. De nem tudom amúgy mi a helyzet azóta velük. Nekem például az Uncharted-ben nem volt gondom. A Horizon, na a Horizon az meg kimaradt. Egy kraken. Tudta, hogy fontos nekünk a lombexek megtalálása. Úgyhogy azért építette újra. Ez a riftes ugrás annyira menő. Lehet sprintálni is. Bár így nyomol a shiftet, de ez annyira nem érződik, de hogy van. Jó, egyre pontatlanabbak vagyunk, minél tovább lövünk, aha. Tehát akkor shift-tel kellett volna ugrani. Ja, és akkor most újra kell őket ölni, mert hogy ez csak egy checkpoint volt. Szintes istenem. Ez a pixelizáló, hát ez nagyon kemény. Még nem állt rá a szemem arra, hogy... hogy... miket lehet itt lootolni. Ez például határozottan olyan dolognak tűnik, amilyen gyűjtögethető izé. Én csak az Ucsó 2 Uncharted-del játszottam, az nagyon tetszett. A végrehajtó. Wow, de menő ez a puska.
Ups. Ups. Ajjaj. Ajjaj. Le van frissítve amúgy a driver. De már 2%-nál tartunk. Így haladunk. Lassan végzünk a játékkal. Lépés, kettes szint! Nincs valami fegyverváltó wheel, vagy valami hasonló? De van Will, jó. Ez sokkal egyértelműbb, hogy most mire váltunk. Úgyhogy igen, ez kell nekünk. Csak pont írta is a játék, hogy így hosszan kell nyomnom a görgőt. A PC-s verzió annyi, hogy komoly izékel hozzá hardware, és akkor így nagyon jól néz ki. De úgy látjátok, tehát, hogy 1440p-ben végre egy játék, amit izével is tudok futtatni, Ray Tracing-gel. Dodge-olni kell. Hát akkor ugrunk jobbra. Aha. Hát tehát pont a másik irányba kell. Mint ahogy számomra logikus. Emlékszem, hogy ez kontrollerrel nekem nehéz volt. Na jó, itt valószínűleg nem... A szemétje. Most már így mindenünk kifagyott? Na, majd a végrehajtó. Csaló a lőszer. Hm.
Majd a pixel izélő. Hűha. Jó van. Elfogyott a lőszer. Olyan dimenzióban megy, ahol mindig győz. A dimenziók egyre gyengülnek. Láttam egy videót, ahol ez a rész úgy játszva, hogy HDD-n van a játék, hát szétfagyott. PS-en is van magyar felirat. Alapból. Tehát, hogy a Sony, nem tudom. 2020 óta? Azt hiszem, 2020 óta minden játékához csinál magyar feliratot. Nem, emlékeim szerint. A dimenzionátor. Ja, akkor 2018. Igen. Ja, akkor lehet, hogy 2018 óta Stay Alone. Szegény Clank. És itt van a Rivát. Meg kell találnom a barátomat. Sikerült olyan dimenzióba jutni, ahol ő a nyerő. Nefarious uralkodó, akkor nem visszatértél a hódításodról. Hódításodról. Igen. Uralkodó. Ideges, hisztérikus a nevetés. Az előbb volt 30 FPS-ünk is. Ja, most egy csomó PlayStation store-os akció van. Clank? Egy Lombax? Mi ez a hely? Ez az FPS temető. Recsit, ez az FPS temető lesz. Váljatok szét a Nefarious City-ben. Azt mondja, milyen faragatlan vagyok, ma még senki se öltem meg. Jó, hát valószínűleg amúgy eddig tartott. Hát eddig tartott az, hogy ray tracingezünk. 27 FPS. Hulk Smash. Igen, ez konkrétan az FPS temető. Green eyes, red antenna,
Very charming. Bocs, minden által ismert elbűvölő robotnak kék szeme van. Ezt nem is figyeltem eddig, hogy szét lehet zúzni a kijelzőket. Ne haragudjatok, ez ennyi volt. Ez ennyi volt. Na, rögtön 120 FPS. Ja, amúgy lehet, hogy a view distance-en kéne állítani amúgy tényleg. Nem tudom, most a bekapcsolás az újraindítást követel-e valószínűleg, amúgy igen. Objektum távolság. Na, hát de... Aha. Ez CPU terhelés. Hát, tessék, egy. Nem lett jobb. Nem lett jobb. Megpróbáltuk. Haton volt amúgy, azt hiszem. Ja, mondjuk az tök mindegy, hogyha ki van kapcsolva. Na. Ja, a Ray Tracing-et kinyomtuk. Ja, amúgy... Ne haragudjatok, még... De nem, az nem érdekel, hogy DLSS-sel mennyi FPS-en van. Vagy titeket érdekel? Mert amúgy azt meg tudjuk nézni. De látjátok, így nagyon simán fut. Tehát, hogy így 120 FPS lazán. Ja. Nem tudom amúgy, hogy 49-nál milyen lenne a teljesítmény. Nézzük meg, nem tudom amúgy ez így most... Jó, az ott nagyon magas, és akkor elvileg itt van a felskálázás. DLSS. Tehát ez elvileg... Ez elvileg a Ray Tracing DLSS-sel 60 FPS amúgy. De vannak ilyen akadások amúgy. Ez eddig nem volt. Ilyen pici akadások. Ja, azért jöttem ide ki, mert mondom, az nem tudjuk összehasonlítani, hogy bemegyek egy szűk zúgba. Megnézhetjük amúgy, hogyha nem DLSS van, hanem az ICTI. Úgy is van akadás, de ez mondjuk lehet, hogy nem a skálázások miatt. Na nézzük. Van itt AMD FSR is, viszont azt hiszem amúgy AMD-s... Valami van az AMD-vel meg a Ray Tracing-en, nem tudom pontosan mi. Hát nem változott semmi. És hogyha nem minőségre megyünk, na azoknak a beállításával meg így abszolút nem vagyok. XS, ez az Intel-es skálázás, azt hiszem a XS. Hát ugyanúgy a 60, ahogy látom. Na nézzük. Azt mondja DLSS. Teljesítmény. Nem változott semmi. Na, itt 80 van.
de itt így... ez így nem változott. Talán pár FPS, talán egy 5-10 FPS, de így összességével szerintem annyira nem sokat változik. Lehet amúgy még olyat is, hogy felbontás, skálázás. De az mondjuk felesleges. Nem, sajnos voltak akadás így is. Na várj, most kikapcsoltuk. Mert hogy így... Igen, felskálázás ki van kapcsolva. És a ray tracing is ki van kapcsolva. Aha, akkor ez egy olyan terület, hogy így még ray tracing nélkül is csak 60 FPS-ünk van. Jó, akadás amúgy így is van. Ez nem tudom mitől van. Akkor úgy néz ki, hogy az akadozás az nem a skálázástól van. Köszi, Gabcsi. Aha, tehát akkor itt van 120 FPS-ünk. Oké. Okay. Lehet, hogy egy ilyen állítgatás után amúgy érdemes újraindítani a játékot, úgyhogy nyomunk egy manuális mentést, és gyorsan újraindítjuk. Teljesen újraindítjuk. Ja, hát, vagy 40-90, vagy a következő generáció kell, hogy így jól fussanak ray tracinggel a játékok. De és akkor már a 4K is menni fog. Ha minden igaz. Azzal az ugrással. Mert teljesítménybeli különbség 1040p és 4K között már amúgy nem sok van. Úgy néz ki, hiába nyomtam a manuális mentést. Nem olyan, nem folytatjuk. Akkor ez a manuális mentés, ez nem tudom mire volt jó. Azt nézem, hogy 5 giga RAM-mal kevesebbet eszik a játék. Így, hogy újraindítottuk. Akkor mégiscsak volt mentés, csak a betöltés az hátrébbról indult. Amúgy most, mintha még akadás se lenne. Köszi, srácok. Ja, most még akadozás sincs. Ez azt jelenti, hogy most két Nefarious van. Először Clank, aztán Nefarious. Talán itt van a bazárban. Kár, hogy dicsőséges vezetőnk távol van. Mit fogunk csinálni nélkülem? Valaki azt mondta, hogy hey Lombax. Ja, ő volt az. Wait a
Elfelejtetted a rendelésed? Mi zörkön, fegyvereket ad el neked. De kevésbé feltűnően kell csinálni. Különben nem mozog sokáig az ellenállás. Az ellenállás? Kacsint. Ó, elnézést, édesem, mi zörkönnek, ez még újdonság? A kémkedés. Engedjen a túszt! Ott van Rivet. Clank-el. A hajót el kell mennem. Hogy jutok el erről a bolygóról? Ez egy teszt? Csak az uralkodói csillaghajók mehetnek el. Minden más. De Phantom segíthet. Csak követni kell a ritmust a Nefarious klubba és megtalálod őt. Nefarious klub. Szép munka az úrkon, titkos ügynök. Ez olyan izgalmas. Na, szóval, hogy... Mr. Fungi. Na, mutasd ezt a Fungit. Ó, ilyen gombás... Gombás fegyver. Ilyen töretszerűség. Ez tetszik amúgy. Tehát lerakunk egy töretet, és utána harcolatunk lazán. Jó, ilyen kell. Negatron ütköztető. Szevasz, Blade. A mai bevétel 100%-a a csodálatos felséghez kerül. Hát ide most még nem tudunk bemenni. Csak ugyanek a csavarok. Raritánium. A lopás nem megengedett. Szóval Nefarious klub nem erre van, viszont az ellenállás kémbotja az erre lesz. Meg kell találnunk először azt a Phantom fickót. Köszi, Dr. Merec, köszi, srácok. Aha, már látom, hogy hol vagyunk közben. Köszi, Muslinca. Mi ott van a Ratchet PC-n? Tegnap voltam. Nagyon sokáig spóroltam, hova menjek? Nefarious külvárosba? Ajaj. Jújjúj. Jó.
Az ellenállás egy kém robotját kiszúrták a gyár rakterületén. Szegény beszorult az ajtó mögé. Itt majd fel lehet menni. Ez de furán nézett ki. Jújjúj! Mindjárt meg lesz. Jó, és akkor innen meg gondolom tovább lehetne ugrani valahova. Köszi, Ladislaus. Egy millió Nefarius szóló uralkodott ábrázó szobrot kell csinálniuk. Emlékszem, PS-en is ezt megcsináltam, ezt a részt. Hát igen, ez nem egy mai széria, az biztos. Ez itt ingyen pénz? Azt hittem. De nem adnak semmit. Még nem tudunk oda átjutni. Egy kicsit egyébként azt hiszem elvesztem, igen, oda nem tudunk átmenni. Ha minden igaz, akkor innen jöttem. Így van, innen jöttünk. Elveszed, de közben már vissza is találtam.
szállítási raktár. Nézd, hogy van-e itt még valahol láda, ha. Azt hittem lehessünk. Új, bunyózni jöttek, azt mondja, hogy hozzuk a végrehajtót. Jó, ott most beakadt, szegény. Rájárt a rúd. Azt hiszem megvan minden loot innen. És gondolom ő lesz a spybot. Gyűjts be egy kémbotot! Megteheted az ellenállás egyik kémbotját, mindegyik titkos információkat tartalmaz, amelyeket meghallgathatsz. A kódolt fegyverkutatást is tartalmaznak. Találd meg mindet, és Mr. Zurkon elkészíti neked a végső fegyvert. Tíz éve esett el Corson 5. Az uralkodó békét és rendet ígért. A Nefarious City nem hivatalos története. Aranycsavarok, kémbotok és lorbok. És most mehetünk tovább. Most, hogy ezzel meg vagyunk. Szándékosan nem arra megyünk felsőnek.
Most már lehet Mr. Fungink is. Igen, onnan jöttünk. Oda még nem tudunk átmenni. Itt mentünk föl. Errefele tovább lehetne menni. Aha, lehetne arra is menni. De megnézhetjük ezt az utat is. Ja. Club Nefarious. Club Nefarious. Where's Club Nefarious? Now I know what happened. Rejtett zsebdimenzió. Én Mr. Fungi vagyok, és felpörgetem ezt a bulit, azt mondja. Plusz achievement, mert ugráltam a ballonon. Várjál, ez nem... Ja, hogy mert hogy a romboló bombánk az kifagyott. Szereztünk egy páncéldarabot. Találtál egy páncélkapszulát, ezek állandó előnyöket biztosítanak, függetlenül attól, hogy felszereled-e őket, vagy sem. A Nefarious ellenségektől származó sebzés 5%-kal csökkent. Gyűjts többet a zsebdimenziók teljesítésével, a bolygók felfedezésével, vagy választható tartalom teljesítésével. Ó, változtass meg a megjelenésedet. Igen. Jó. Egy konkrét szetet is fel tudunk szerelni. Nincsen gyűjtői bónusz. Na nézzük csak. Wow. Ratchet klasszikus sisakja, amelyhez egzotikus fémötvözeteket és a nanotechnológia kombinációját használták. Várjál, és még szint is lehet állítani. És akkor már lehetne ilyen shopim. Robotmask. Egy sisak, ami átszerzze a lázadókat, akik beszivárognak Nefarious Citybe. Ne aggódj, mindenkire passzol a méret, remélhetőleg, ugye ezt mondta Rivet. Hacker mask. Wow. Taktikai állarc az ellenállóknak. Ó, hogy így lehet forgatni. Ezek a skinek biztos a Deluxehoz jártak, nem? Amúgy.
Az uralkodó saját tervezésű sisakja arra az esetre, ha a lázadó Lombax csatlakozna hozzá. Van itt portyázó szet is. Ezen is lehet szint állítani, ahogy láttam. Ja. Holo Flux. Véd a temporális fluktuációk, agorián harcos lefejelések és hiperszonikus agyhullám kódolók ellen. Sose nem lesz vége, annyi skinem van most. Kommandós ruha. Köszi, Dani. Fosztogató szett. A rongyos nadrág, azt mondja. Ja, ez nagyon jó. Szóval, hogy recsitként tudok Clank lenni. Szia, bádog doboz. Te vagy az ass Clank, te nőttél, haver. Küldetés fejfedő. Alap fejfedő kalandor lelkű szigetlakóknak nagy napvédelem, ettől még kell. Kivéve, ha robot vagy. Na, mehet a Clank set. Így van, szóval ez most már a Clank és Clank játék. Long live the Emperor. Gotta keep looking. The sooner I find Club Nefarious and this Phantom, the sooner I can get to Clank. Szia, te vagy a Phantom? Az vagyok, aki csak akarsz, bolyhos. Nem az Zolcsi, köszi szépen. Első bevetés és az álcámnak annyi. A Phantom Skid? Ho-ho!
Hoho. Mit látnak a szemeim? Gyűjts aranycsavarokat, hogy jutalmakat szerezhess. Mindegyik által egyedi jutalmakhoz, vagy a csalásokhoz férhetsz hozzá. Ja, hogy be lehet állítani, hogy hogy nézzen ki a csavarkulcs? Igen. Ja, és akkor azok közül tudok választani. Hát mert az arany. Az első arany, arany csavar csinál ilyet, vagy ez az arany csavar tud ilyet. Most ezt nem értettem. Tehát, hogy ennek az arany csavar, ennek pont ennek az arany csavarnak volt ilyen tudása, vagy az első arany csavar adta nekünk ezt a színválasztást. Rá is tudtunk volna robbantani. Rájuk is tudtunk volna robbantani. Uj. Köszi szépen, csillag. Jújjújjúj, a francba. Oké, tudunk robbantani. Pénz. Jó sok csavarunk lesz. A szörp, a már csak klubbal. Nagyon jó vidis vagyok, hát pedig nem is nagyon szoktam videókat csinálni mostanában. De köszi szépen!
Nice work, new guy. Thanks. What is this? Some kind of secret handshake? Ez egy titkos kézfogás. What do I do with it? Adott nekünk egy kesszűt. Próbált ki a Phantom Child. Phantom Dash? Enemy can't catch what doesn't temporarily exist. Hogyha nincsenek videók, hát nem nagyon van idő. Most így. A legtöbb idő az így a streamek és a riválása az így, illetve játékok értékelése, ez ami így elviszi az időt. Hogy ezzel van a falon futás. Jump and Phantom Dash. I need a royal starship to find my friend. I heard you know where to get one. It's not safe yet. Just stay close. Én egyedül csinálok mindent, aha. Ez a gond. Adri még beszokott segíteni az e-mailekben, de amúgy főleg egyedül. Mike, köszi szépen. I'll make you a deal. You see that blimp? You help me take control of it, and I'll help you get into Fel kell jutnunk a léghajóra. It's the only place in the city you're gonna find a royal starship. What's so special about the blimp? Just find a way up to that rooftop. I gotta grab my gear. But I'll meet you up there. Rooftop? How do I get to that rooftop? I'm coming, Clank. Just hang on. Hosszan kell nyomni a gombot. I'm coming, Clank. Just hang on. Patrolling the rooftop is one of my favorite activities. Second only to crushing them. De agyaltam ezen, Astro, hogy hogyan kéne megoldani, hogy például a vodok azok ne vigyenek el ennyi időt. Szevasz, Dimmoni. Ajaj! Én most arra akartam jönni, amerre nem várja a játék, de bízom benne, hogy sikerült. Most kezd olyan feelingem lenni, mint a Jedi Survivalban.
Szerintem a Jedi Survivalosok innen vették az ötletet. Falafutás, dash, izé, kapaszkodás, lengés, ugrás, dashelés. Kattints a fejlesztés főre, igen, kezd el a fegyverfejlesztést, jó. Vásárolj fegyverfejlesztéseket a maximális lőszermennyiség, a tüzelési sebesség és még sok más javításához. Uh-huh. Mi? Használd, igen. Ja. Uh-huh. Maximális, igen. A fejlesztés raritániummal való megvásárlásához a tartsd lenyomva. Oké. Most ingyenes. Az aranycella csoportok speciális fejlesztéseket tartalmaznak. Vásárolj meg minden aranycella csoporthoz csatlakozott fejlesztést a feloldáshoz. Az a baj, hogy a Jedi Survival nem innen vette a minőségi szabványokra. Maximális, na várjál akkor, ezt így hirtelen nem tudjuk megvenni, mert hogy ugye meg kell venni hozzá mindent. Tehát maximális lőszernövelés. Jó. Ó, 45 raritániumunk van, tehát ezt simán meg tudjuk venni. Nagyobb lőtáv. Ennyi az egész, fejleszd az egyik fegyvered. Költs némi raritániumot, hogy fejleszthesd az egyik fegyveredet. Szép napot, aha, Fallen Order-t pont emiatt, ha miatt az ugra-bugra miatt hagytam abba, nekem ez nem megy. Ja, hát, ezt meg tudom érteni, Meo. Ezt meg tudom érteni. Hát, ami így a Jedi Survival-ben van, így a felénél, az már úgy nagyon kemény. Rendes ilyen platformer játék. Ami engem nem zavar, de meg tudom érteni, hogy valakinek amúgy ez nem jön be. Na szóval, pisztoly. Most mit fejlesztettünk egyébként? Én költeni akarok, de én most nem akarok. Na várjál, jó, tessék. Tehát ahhoz, hogy bónusz sebzés, aha. Tüzelési sebesség növelése rapid üzemmódban. Mhm. Uh-huh. Ez tartalmazza a bemutatót. Látogass meg Mr. Zurkont, hogy fejlesztesd a fegyvereidet a raritániumért cserébe. Aha, pixelizáló az így, nem? A fungi az érdekel, meg ez a romboló bomba is. Mert szerintem pisztolyt fogjuk először fejleszteni. Mindent megvásárolunk. Ja, nincs olyan ezzel a műfajjal, de a kopárpályán ugrabugrás túl sok volt nekünk is a survival, már alig vártam, hogy odaérek és folytatódjon a sztori. Uh-huh. Nézzük meg amúgy ezt, azt mondja mindent megvásárolunk. Ez hogy kell? Ide jövünk, R. Igen. Fejlővés bónusz sebzés, a ládákból felvett lőszer növelése. Tehát 3%-ról feltoltuk 62%-ra a pisztolyt. Tehát gyakorlatilag most fullos a pisztolyunk. Hát akkor romboló bomba. Ládából felvett lőszer növelése, nagyobb sebességű tüzelések, ható terület növelése, az jöhet. Sokkal gyorsabban repül a levegőben. Uh-huh. Ható terület növelése. Még. Maximális lőszer növelése. Az jöhet, az kell. Aha, és akkor nagyobb sebességű tüzelések. Hopp.
több lőszert veszünk fel. Ja, és akkor Mr. Fungit is. Azt mondja, bármilyen ellenség célozná meg Mr. Fungit, inkább ő lesz Mr. Fungi célpontja. Fungi haragja. És ez, tehát hogy ez, hogyha erre rakok, akkor miben lesz jobb? Már úgy ugyanaz a leírás. Növeld Mr. Fungi tüzeléseinek számát. Mr. Fungi gyorsabban tüzel. Fáj, hogy elmész, egy cukorfalat, azt mondja. Na hát erre úgy nagyon kíváncsi leszek most. Starship ready? You'll get it, don't you worry. I just need you to help me with one last threat. The nefarious day spa. If you can distract these troops. El kell terelni a katonák figyelmét a Nefarious spában. Köszi szépen, srácok. A boldog a partner évfordulós üzikent. Na ez egy komoly feladat lesz. Ó, basszus. Na hát ez... Ez... Kontrollerre nem így ment. Hűid Glitch, segít bejutni az uralkodó privát siklóján a toronyba. Access consoles in that huge statue of Nefarious in the center of the city. Just hook her up, and she'll handle the rest. What are you doing? Tearing this whole rotten world down. Belülről rombolja le a világot. Nagyon durva. Stay strong, brother. How do you expect me to get to the bazaar from here? Yeah.
Körülnézünk itt, hát ha van valami jó loot. Már valószínűleg főleg csak csavarok lesznek. Jó, mehetünk. Na, visszajöttünk a kezdő területre. Na, nézzük. Mindent szétszakítatsz, ami az utadba kerül a Negatron ütköztetővel. Adjad. Itt van kerti locsoló. Kár, hogy ezt nem lehet megnézni. A legendek egy olyan fegyverről mesélnek, ami olyan energiával bír, melynek sugara pusztán egy gombnyomással megsemmisíti az ellenséget. És ez nem más, mint a Negatron ütköztető. Köszi, démonboy. Semmisíts meg az ellenségedet, sorban vagy takarítsd el őket az ütköztető. Akármilyen. Mehetsz, illetve a Negatron ütköztető. Te is utálod, amikor valaki beáll a célpontod elé és blokkolja a lövésedet? Ennek vége, mert ezzel a fegyverrel olyan sugarat lőhetsz ki, ami bárkin áthatol. Áthatolás maximum. Lőtáv maximum. Teljesítmény 3 és a sebesség 1. Mehet. Na. Ó, igen. Ó, igen. Kár, hogy elfogyott a, nem tudom, mi raritániumom, és nem tudom továbbfejleszteni a pisztolyt. Ezek itt visszajöttek? Na hát a robbanósat is megcsapkodtam. Képzeljétek, saját magamnak is tudok, azt írja, oszd meg az örömöt, kívánj Ehunter felhasználnak boldog partner évfordulót. Hát, boldog partner évfordulót, Ehunter. Igen, ez olyan, mint amikor a saját posztomat vagy képemet lájkolom, igen. Akarjuk venni. Nem tudom, miért dobta fel egyáltalán a Twitch ezt az üzenetet. De csak rá kellett nyomnom arra, hogy elküldés. Kettő, ez a már a második aranycsavar.
A bolygó felfedezése során gyűjthető tárgyak és egyéb érdekességek láthatóak a térképeden. Aha. Aha, és akkor ott mutatja, hogy mi az, amit bejártunk, mi az, amit nem. Tehát ami ilyen nem fehér, azt még nem jártuk be. Jelölj ki egy ikont, majd nyom meg a space-t, és akkor rögzítjük, jó? Azt mondja, hogy a Corson 5-ösön a három arany csavarból már megtaláltunk kettőt. De hogy itt hogy megyünk majd vissza? Biztos másik irányba kell mennem. Aha, igen. Ó. Oh. Köszi, Lucifer. Köszi, köszi. Köszi, Jétoma. Köszi, köszi. Na hát erre nem akarunk menni szerintem. Aha, tehát hogy ott nem lehet így tovább menni. Igen, itt látunk egy aranykulcsot. Köszi szépen, Miyagi-kó. Most megyünk visszafele. Jó. És akkor oda le nem akarunk menni, hanem helyette. Még körbenézünk ott a rakodó területen.
Hát szerintem oda esélytelen átmenne. Nézzem, hogy hol lehet itt aranycsavar. Aha, nézzétek csak, ott van fönt. Csak megtaláltuk. Nézzük csak, gyűjtemények. Azt mondja, hogy kiterjesztett galéria. Új karakterek kerültek be a galériába. Krieger medve. Titokzatos plüss medvék, amelyek látszólag minden világban megjelennek, azt mondják, egy elesett hős derülátását, kedvességét és kreativitását hordozzák, akit a bajtársai rettenetesen hiányolnak. Aha. Oké. Okay. Kvark kapitány. És akkor csavar helyettesítése. Helyettesítsd a felvető csavarokat különböző tárgyakkal. Lehet érmére cserélni, orbra, rubinra, overcharge-ra, és hát maradhat az alapértelmezett csavar. Maradhat szerintem. Jó, menjünk akkor tovább. Na és ugye az volt a gond, hogy nem tudtunk falon futni, de most már tudunk. Hát most már jó lesz. És még visszafele is lehet húzni. Azt írja a Twitch, hogy, hogy jelenleg reklámszünet van. Micsoda. Az lehetséges, hogy mi itt elhagytunk? Mit elhagytunk volna a raritániumot? Nézzük csak még egyszer. Sziasztok, Pingvinex. Ez szerintem rossz chat. Ez rossz chat lesz, Maciát.
Na, és akkor ott van még egy. Ó, és akkor ezt így mutatja? Aha. Nyugi, nyugi. Már különféle megoldásokat találunk erre. Ja, látom, és akkor ott. Ott váltunk. Jaj. Na. Hát akkor megvannak az aranycsavarok. Megvannak a raritániumok is. Úgyhogy fejlesztünk a fegyverem. Szóval, hogy... Tüzelési sebesség növelése pontos üzemmódban. Maximális lőszer növelése. A lövések gyorsabban célbe jutnak. Lassan fullos lesz a pisztolyunk. Azt még csak az első pályán vagyunk, skacok. De legalább azt lehet mondani, hogy megcsináltuk. Aha! That has to be the access console. Oké. Where did you even come from? Végre bedughatom a glitchet. Hát gyorsan. Gyorsan elintéztük, srácok. De menő volt ez a fight, nem? Hey! Szintlépés! Plusz 10 életerő. Na, dugjuk be. Húha. Yeah, hi. You must be Glitch.
Te biztos glitch vagy? Én Ratchet vagyok? Elnézést, akkor ebbi lögdösödésért? A dolgok nem mennek valami jól, és... Most azt hiszem, te vagy az egyetlen, aki jelenleg segíthet nekem. Ratchet, kedves rácnak tűnik. Szavazzó kell. És akkor így kell hackelni a játékba. Tehát, hogyha eddig nem zseni a játék, akkor nem tudom, hogy hogy lesz az. Aha, ez alapból van benne magyar felirat, igen. A vírusfertőzés eltávolítva. Megcsináltad a glitch. Üdv újra itt, fenséges fenséged. Halálcsapdák, harci robotok. 5 bolygópusztító ágyó. És állami megfigyelés az egész városon. Bárcsak működne még az átkozott dimenzionátor. Mindannyiunk mestere. Kérem a jelszót. Miért kell jelszó? Én vagyok az uralkodó. Mit szólnál, ha inkább elpusztítanálak? Ha-ha-ha-ha. Sargasso, egy újabb bolygó. Dimensionator was stolen by Dr. Nefarious, who used it to bring you here. Now you just have to find your friend who is also miraculously a Lombax to save the day and get home. You must seriously think I'm an idiot. Nem akar hinni Clanknak. I'm sure this Dr. Nefarious is. This has the Emperor written all over it. Köszi, Lloyd. Mort azt mondja, hogy megtámadták őket. Oh, dear.
look out. What do you think I'm doing? De, de furán nézett ki. Találj egy utat a mortokhoz. I was gonna take you to my hideout, but first I gotta rescue my friends at their gelatonium factory. Meg kell menteni a barátainkat a zselégyárnál. Na hát ez a terület zabálja az FPS-t, azt már most látom. Aha, maradnak a szintek, ahogy látom. És maradnak a fegyverek is. És ahogy látom, a képességünk is maradt. Those beetles appear to have no issue with the acidic swamp water. Beetles, yeah. That's why I'm gonna ride one. As soon as I can get close enough. Oh. This wasn't what was in my account last time. Kerti locsoló. That is because I added our mutual friend on Nefarious City. Okay. Ki ne örülne a napsütésnek? Ha ellenségeit fölbegyökeresztheti egy kerti locsolóval. Indíts egy tornyot, ami az ellenségeidet védtelen nyershető sövényekké változtatja. Ah, és ez 4000 kell, hát annyi nincs. Visszapattanó. Biztos mondja annak, hogy ellenségeid egy csillagokat lássanak. Aha, és hát a pisztolyon nem tudunk most többet fejleszteni. Azt mondja, hogy hogy is van. Fél óra után crashelt a játék, és akkor most meg másfél óra után. Francba. Na hát végül is egy óra alatt nem crashelt ötször a játék, tehát ez jó arány. De crashelni sajnos crashel. A 8%-nál vagyunk. Those beetles appear to have no issue with the acidic swamp water. Beetles, yeah. That's why I'm gonna ride one. As soon as I can fall. This wasn't what was in my account last time. Oh, that is because I added our mutual friend on Nefarious City. Okay.
Nagyon akarnak ezek a brekkáncsák. Hát nem tudom, elérhető-e már az a szolgáltatás, Levi, hogy... hogy lehessen... PC-ről játszani Cloudból streamelt PS-es játékokat, mert akkor nem volt szükséggel lehetne a régi recsiteket is játszani PC-n, anélkül, hogy lenne PS konzolod. Aha, PS Now, igen, igen, az a szolgáltatásnak a neve, csak nem tudom, hogy működik-e. Hát, sajnos... még egy crash. A következő crashig játszunk. Beetles appear to have no issue with the acidic swamp water. Speedles, yeah. That's why I'm gonna ride one. Soon as I can get close enough. Sweetie! Az gyors volt. Jó, hát akkor... akkor majd... játszunk a játékkal, hogyha már nem crash-el. Ez gyors volt. Ez így gyors volt. Ettől függetlenül én azt mondom, skacok, hogy ez egy klassz játék. Tehát, hogy most crash-el igen, de ez nem egy olyan dolog, amit ne tudnának megcsinálni bizonyos határidőn belül. Ez a portnak a hibája, ami biztosan javítva lesz. Nagyszerű ez a játék, mint amilyen a PS5-ön is volt, csak ott még királyabb, mert ott DualSense kontrollerrel játszottam, úgyhogy ha tehetitek ezt a játékot PC-n, azzal játszátok, mert tényleg úgy kaptok ilyen next gen élményt az adaptív triggerrel és a haptikus feedbackkel. Mindenféle izé, tehát hogy ez most nem egy fizetett reklám, meg semmi ilyesmi, de az egy tényleg egy olyan élmény, mint hogyha kipróbáltok egy VR headsetet. A játék azt hiszi, hogy ez a Crash Bandicoot. Úgyhogy, hát ja, vagy PS5-ön. Vagy PC-n, vagy PS5-ön érdemes ezt a játékot kipróbálni, mert fantasztikus. Gyakorlatilag ez hasonló élményt ad, mint az Astro's Playroom. Csak ez recsites. És ja, most augusztus 3-ig akció van a PS Store-ban. Erre a játékra 50%-os, a Deluxe-ra meg 75%-os. Azt írják amúgy, hogy 11:18 óra van ebbe a gamebe. Úgyhogy én azt mondtam nektek, hogy ennek bele kéne férnie az augusztus közepén megjelenő God of War végigjátszás elé. De majd még meglátjuk. Azért a Witcher-t jó lenne befejezni a God of War előtt. Úgyhogy ha nem is a God of War előtt, de után, én azt mondom, hogy ezt így végignyomjuk. Nem hosszú a játék. Szóval ennyit érdemel. Ha már PS5-en nem játszottam végig, akkor PC-n megérdemli. Ja, meg természetesen az tehát, hogy ezeket a crash-eket, ezeket jó lenne, hogyha javítanák, és akkor szívesen előveszem.
újra. De bízom benne, hogy ezeket gyorsan megoldják azért. Nem hiszem, hogy jó lenne olyan szintet elérni, mint a Last of Us-nál. Úgyhogy köszönöm szépen egyébként a PlayStation Magyarországnak, hogy ezt a játékot is meg tudtam nektek mutatni. Remélem, hogy élveztétek. Az első területet én úgy gondolom, hogy kimaxoltuk.